Kedves hallgató! Ebben a hangjegyzetben sajnos kellemetlen dolgokról kell ezt beszéljek, melyekre soha nem vágytam volna emberként, hogy ezeket megosszam veled, megosszam bárkivel. Mióta Istentől megkaptam azt a kegyelmet, hogy több éven keresztül megláthattam a világunk állapotait, a világunkban történő alakulásokat, fejleményeket, azokat a történéseket, melyek az úgynevezett emberi történelmet egy egyre sötétebb, egy egyre kegyetlenebb, egy egyre embertelenebb és egyre istentelenebb világ felé vezetik. Azóta rengeteg vívódáson mentem keresztül. Azokban az írásokban és azokban a könyvekben, melyekben Isten által ihletve emberi személy képessé vált leírni bizonyos dolgokat, azokban már sok szempontból összegeztem, összegződött általam az a folyamat, ami már sok-sok éve, évtizede, évszázada, talán már mondhatjuk úgy évezrede zajlik a világban, és amelyeket ismerve a jelenlegi állapotok már egyáltalán nem meglepőek, ugyanakkor, bár nem meglepőek, ezeket szemlélni még az avatottabb lelkeknek sem okoz örömet. Azonban teljesen mindegy, hogy ennek az emberi személynek mi okoz örömet, vagy mi nem, Isten által rendelt kötelességemnek érzem, hogy elmondjak bizonyos dolgokat, hogy amennyiben ezt a felvételt kereső, Istenre érzékeny, Isten valóságára érzékeny emberi lelkek majd meghallgatják, az ő számukra megerősítés legyen, és ösztönzés arra, hogy személyesen keressék Istent, Krisztust, az ő kegyelmét, hogy személyesen kérjék Istent, hogy tárja fel a számukra mindazon dolgokat, melyeket tudni és látni kell ahhoz, hogy eme helyzetben az ő lelkük és általuk mások lelke is megmenekülhessen, eljuthasson abba a fényességbe, abba az üdvösségbe, amelyben már nincs rá hatása többé a világunk jelenlegi kaotikus, egyre jobban az emberi és isteni igazság ellen forduló jellege. Mielőtt valaki félreértene, az emberi igazság nem ér semmit már a mai világban. Eddig sem ért sokat, és gyanítom, hogy sohasem ért sokat az emberi történelemben, mivel az önmaga érdekeit, az önmaga boldogulását, az önmaga önző céljait kereső emberi igazság, az mindig és mindenütt bukásra volt ítélve, és ennek a nyilvánvalósága most tárul fel a leginkább talán az általunk ismert történelemben, bár már rengeteg szakasza volt az emberi történelemnek, amelyben nyilvánvalóvá válhatott, hogy az Istentől elszakadt ego, emberi ego és tudat, tudatosság önmagában véve
teljesen reménytelen, mert mindig is újra és újra, újra termeli azokat a dolgokat, amelyek által önmaga sírját ássa meg. Ezért azt kell mondanom, hogy csak az isteni igazság az, amely minden korban, ami fényünk lehet, ami minden korban, ami kapaszkodunk lehet, és ami által megmenekülhet a lelkünk ebből az egyre jobban elhatalmasodó emberi sötétségből, amelyben sajnos az ember alá süllyed, de nem az állat szintjére, mert az állati létszint az emberhez képest ma dicsőséges. És itt mindenkitől elnézést kérek, akinek a számára ez sértő lehet, mert sajnos az emberiségben én magam is benne vagyok ilyen értelemben. Tehát rám is érvényes bizonyos tekintetben az, amit elmondok. Az, hogy az emberi létezés, az Isten által megálmodott emberi létezés fényessége alá bukott, annak megvan a maga oka, megvan a maga története. Ám a jelenlegi korszakban, hogy miért sikerült már az állati tudatosság alá jussunk, annak dacára, hogy az emberi intelligencia állítólagosan hihetetlen magaslatokba ért el, és itt talán nem szükséges azt részletezzem, hogy milyen hihetetlen úgynevezett tudásanyag halmozódott fel az emberiség történelmében, amely sajnos mindezen dolgok ellenére egyre inkább ellenünk fordult, nem azért, mert ez lenne önmagában a természete, nem azért, mert a tudás önmagában bűn lenne, hanem azért, mert az önző, egyedi, hatalmi és személyes célokra használt és fordított tudás az elszakít minket a létezés forrásától, Istentől, mivel ennek semmiféle fénye önmagában nincsen, ennek a tudásnak, pusztán az emberi egót növeli mértéktelenül meg, az emberi egoizmust növeli mértéktelenül meg, felfuvalkodottá tesz minket, engem is. Nekem is részem jutott abból a megtapasztalásból, amikor azt gondoltam, hogy én már rengeteg mindent tudok ebben a földi életben, rá kellett döbbenjek, hogy ezek a fajta tudások, ez a fajta tudás nem jó semmire, mert az ördögöt szolgáljuk vele, amikor nem ismerjük Isten fényességét, Isten dicsőségét, amely egyedül és kizárólag adhat csak olyan irányultságot minden nemű intellektuális tudásnak, minden nemű ismeretnek, hogy az az embert szolgálja, és ezáltal az emberiség fényességére vezessen bennünket. Drága embertársaim, úgy érzem, hogy ebben a történelmi és sorsdöntő korszakban, amiben élünk, kötelességem átadni nektek az Istentől kapott üzenetet. Ennek az üzenetnek az a lényege, hogy ne késlekedjetek számot vetni magatokkal, forduljatok minél hamarabb Istenhez, Krisztus által tegyétek ezt meg, mert egyedül ő szembesíthet titeket, bennünket, a saját lelkünk, szellemünk, tudatunk és tudatosságunk állapotaival. Ő tárhatja fel bennünk azt a valóságot, ami nem a mi elménk képzeteiből áll,
hanem az isteni igazság fényében mérettetik meg, ő mutathatja meg számunkra azt az utat, ami ebből a jelenlegi pusztulásra ítélt világból kivezethet bennünket, megmentheti a mi lelkünket. Ezek a szavak tisztában vagyok azzal, hogy nem szólhatnak azoknak, és nem is kedvezhetnek azoknak, akik úgy vélik, eddig is úgy gondolták, hogy majd túl leszünk ezen a kis járványon, ezen a kis oltáskampányon, és utána minden folytatódhat rendben, hogy tulajdonképpen ezekkel a dolgokkal minden a legnagyobb rendben van, minden etikus, minden erkölcsös, minden eresztékében ez szükséges, hogy nincs semmiféle hamisság ebben, és akik a hamisságról beszélnek, azok csak összeesküvés elméletekben hisznek, azok csak ellenségei az emberiségnek, és megértem azokat az embereket, azokat az embertársaim, a titeket embertársaim, akik így gondolkoztak. Mert bár az emberi intelligenciával is össze lehet rakni azt a képet, hogy ami most zajlik és most történik a világban, az mekkora hazugság, mekkora ámítás, milyen antikrisztusi, milyen ember és Isten ellenes, milyen élet ellenes, mennyire etikátlan, mennyire erőszakos, és mennyire bújtatottan az bizonyos esetekben önmagát úgy beállítva, mint az emberiség és az emberi létezés megmentője, de ez nem elégséges ahhoz, hogy valaki megmenekülhessen. Mert ebből a helyzetből csak Isten, Isten igazsága, Isten lelke menthet ki bennünket Krisztus segítségével, mert mindenki meg fogja látni, és meg fogja tapasztalni azt, hogy emberi erőből mind azt a romlást, amit előidéztünk emberi erővel, már nem tartóztathatjuk fel. Való igaz az, hogy világunk belépett a jelenések könyvébe, és amint ezt már el kellett mondjam egy másik hangjegyzetemben, és ez nem most történt meg, már régen benne vagyunk a jelenések könyvébe, akár tetszik, akár nem. És ezek a történések, amelyeket most tapasztalhatunk a világban, ezek már csak az egyre nyilvánvalóbb, egyre jobban látható, egyre jobban érezhető fejezetei ennek a könyvnek. Felmerülhet a kérdés sokunkban, de hát Isten miért hagyja ezt? Ha Isten a világ és a világ történelem és a létezés ura, miért engedte meg ezt, hogy ez előfordulhasson a világunkban? Én nem beszélhetek Isten nevében, csak azokat mondhatom el, azokat a dolgokat, melyeket a lélek helyez az én szívemre. Úgyhogy erről csak annyit mondhatok, hogy mindez az emberi létezésen belül a ma megtapasztalás része, amely által minden lélek a saját bőrén, idézőjelbe téve bőrén, tapasztalhatja meg, hogy mit jelent az, amikor teljesen és tökéletesen belesüllyedünk az anyagi létezésben, elfeledkezünk a lélekről, elfeledkezünk a szellemről, a szellemiről. Mindaz, ami Isten valódi lényege és az ő fényesség, az ő dicsősége, és ebben a lélek és tudatállapotban megtagadunk mindent, ami túl van az emberen, nevezetesen mindazt, ami a Krisztus, és mindazt, ami a mi lényegünk, Isten. Az utóbbi évszázadban is a két világháború, a fasizmus, a kommunizmus, a mindenféle izmusok és demokráciák már kézzel fogható jelei voltak annak a romlásnak, amelyet
Nagyon sokan úgy gondoltunk, hogy ez az emberi faj felemelkedése, hogy ezek kísérletek arra, hogy egyre tökéletesebb, egyre jobb társadalmi rendszereket alkossunk. Igen. Nem kétlem, hogy ezekben voltak, és talán vannak a mai napig is ilyen törekvések. Azonban egy dolgot mindegyik figyelmen kívül hagyott. És ez az isteni bölcsesség, a Krisztusi lelkület. Az isteni bölcsesség és a Krisztusi lelkület nélkül nem lehetséges egy magasabb rendű létezés. Nem lehetséges, hogy az emberi lét valamilyen magasabb rendű léttapasztalásban részesülhessen. Azonban ezeknek a hiányában igenis lehetséges, hogy egyre mélyebbre süllyedjünk, hogy amint már említettem, emberként az állati létszínvonal alá zűjön a tudatosságunk, hogy pusztán az élvezetek, a létfenntartás és a hatalmi és erőviszonyok szintjére redukálódjon az emberi létezés. És tudom, hogy sokan érvelnek azzal, hogy mindig is ilyen volt a világ. De a mennyek országa, Isten országa nem ilyen. Az nem erről szól. És mindazon lelkek, akik már megelégedtek ettől, ami itt zajlik, és amiben egyre mélyebbre süllyed az emberi létezés, amelyben egyre jobban befeketedik és bemocskolódik sok-sok emberi lélek, azoknak tudniuk kell, hogy nem csak ez van a létezésben, nem csak ez létezik, nem csak ez tapasztalható meg. Tudniuk kell azt, hogy nem érdemes áltatni önmagukat, hogy majd úgy elmúlik magától mindez. Mert itt már egy olyan halmozottságról van szó, olyan sok következményről, amely csak úgy önmagától már nem szűnhet meg. Itt már beindult az a folyamat, amely egy korszak lezárását jelenti. Ennek el kell jussunk a legmélyebb pontjára, hogy az új föld és az új ég megteremtethessen. Az az új föld és az az új ég, amelyet Jézus Krisztus megígért nekünk az írásokban, és az a mennyek országa, amelynek ő a hirdetője és a megtestesülése volt, és amely megjelent közöttünk majd 2000 évvel ezelőtt. És ez a tanúság örök és eltörölhetetlen. Ne gondoljuk azt, hogy pusztán csak azért, mert a kereszténység eltorzította ezt, hogy a keresztény mozgalmak karikatúrát csináltak mindebből, hogy ez nem létezik, ez soha nem létezik, ezek hamis ígéretek. Aki még képes arra, hogy a figyelmét a szívébe irányítsa, és ott elkezdje keresni Istent, az megérezheti majd Isten kegyelméből, megtudhatja az ő kinyilatkoztatása és az ő szavai által, hogy a mennyek országa, Isten országa az, ami valódi és eredendő, tökéletes állapotunk. Az a valódi üdvössége a léleknek. És hogy teljesen felesleges arról álmodozni, arra vágyni, hogy az egyre inkább leromló emberi állapotok megreformálásának következtében bármiféle mennyek országa beköszönhet ebben az elbukott világban és földi létezésben. Nagyon keserű ezt kimondani, embertársaim. De ennek a világnak teljesen és véglegesen ebben a formában meg kell semmisülnie. Tudom, hogy a jelenlegi álláspontok, amelyek a világban jelen vannak, ellentmondanak ennek. Nagyon sokan állítják azt, hogy ilyen-olyan reformokkal, technikával, technológiával,
különböző emberi elképzelésekkel, mesterséges intelligenciával, és így tovább, transhumanizmussal, majd megteremthető az új földi paradicsom, az új Ádám és Éva, majd a technika szülötte lesz. De mindez hazugság. Mindez antikrisztusi hazugság. Az Istentől elszakadt emberi egónk vakságának a terméke. Aki elhiszi ezt, annak a saját hite fog megvalósulni, és az az egyre istentelenebb, egyre embertelenebb létezést fogja majd megtapasztalni a jövőben. Erre figyelmeztetett minket Krisztus már itt életében, és a Jelenések könyvében erről van szó sok helyen. Az van benne kifejtve, hogy az utolsó időkben mi vár még az emberiségre, mi az, aminek be kell következnie. A Jelenések könyve nagyon nehezen érthető, az emberi intellektus által megfejthetetlen kódokat tartalmaz. Én sem állíthatom magamról, hogy számomra Isten minden kódot feltárt benne, de néhány dolgot már úgy érzem, hogy megmutatott nekem belőle, és azok teljesen összhangban vannak azokkal a felismerésekkel, amelyeket az évek során az ő kegyelméből megkaphattam. Ezért nem mondhatom nektek azt, embertársaim, hogy minden rendben. Még egy kicsit kibekkeljük ezt a pár évet. Igaz, hogy addig elveszítjük a maradék emberségünket. Már félig droidok és robotok leszünk majd. Aztán zombikként rohangálunk majd az utcán a különböző gyógykezelések következtében, amelyek még csak talán a legenyhébb részei a Jelenések könyvében már elrendeltetett dolgoknak. És tudom, hogy az utolsó dolog, amiről ember hallani szeretne ebben a létezésben, az az, hogy mindez be kell következzen. Tudom, hogy amit mondok sajnos nagyon keveseknek szól, mert csak azokhoz szólhat, akiknek a lélek megnyitotta már az ajtót az ő szívükön. Ha ebből bármit megértesz, ha ebből bármi visszaigazolásod lesz, drága testvérem, drága embertársam, az nem azért van, mert én ékesen szólok. Nem vagyok én arra képes a saját erőmből, hogy én ékesen szóljak. Mindez azért lehetséges, mert még az ilyen embereket is, mint az én személyem, Isten képes felhasználni arra, hogy az ő kegyelméből megnyílhasson mások szeme, hogy az, ami az ő lelkükben már elkezdett megjelenni, mint kétely, mint felismerés, hogy az megerősödhessen bennük, bennetek. Azoknak mondom ezt, akik már maguk is megismerték az igazságnak valamilyen szintjét. Mert én értetek szólok, és nem ellenetek. És senki ellen nem mondom ezeket. Nem azért mondom, hogy nyugtalanságot keltsek bennetek. Nem azért mondom, hogy rémképekkel tömjem az elméteket, mert megteszi ezt az antikrisztusi lelkület, az a sátáni őrület, ami tombol a világunkban helyettem. Elég, ha kinyitod a tévét, a rádiót, az internetet, ha meghallgatod a szomszédodat, és áramlani fog ez az ember ellenes, ez az istentelen szellemiség és lelkület, és ha csak erre figyelsz, egészen bizonyosan előbb-utóbb le fog húzni a mélybe, és a lelked már itt, ebben a földi létezésben el fog merülni a kárhozat tengerébe. Ezért indított engem Isten lelke, hogy szóljak. Hogy szóljak. Hogy akiben már megébredt a kétely, láthassa. Nem Isten szavaival van a probléma, nem az ő kinyilatkoztatásaival van a probléma, amelyek előrejelezték ezt. Ez nem Isten kegyetlensége, hanem a mi választásunk.
A mi tapasztalásunk eredménye és a mi közömbösségünk, a mi bűneink, a mi tévejgésünk eredménye. Ez a világ, amit most tapasztalhatunk. Ám semmi sincs elveszve, mert minden lélek megmenekülhet, ha őszintén, alázatos szívvel odafordul Istenhez, Krisztus által, akiben Isten kinyilatkoztatta számunkra a tökéletességet és a teljességet, és azt az utat, amivel mi visszatalálhatunk, ami eredendő, eredeti állapotunkba, az üdvösségbe. Ezért szólnom kell, hogy mindazok, akikben Isten lelke már megébredt, azoknak táplálékuk legyen. El kell mondjam, hogy mindennél jobban kell bízzunk Istenben, mert a saját erőnkből egészen bizonyosan nem menekülhetünk meg abban a világban, amelyben a mostani helyzettől még súlyosabb dolgok fognak bekövetkezni. Ezért ajánlom mindenkinek, hogy Isten lelkét kérve forduljatok az írásokhoz, tanulmányozzátok azokat, kérjétek Isten lelkét, hogy megérthessétek azt, hogy miről beszélt a Krisztus, hogy mire próbált tanítani bennünket, hogy a mi lelkünk is eljuthasson ő általa és ő vele és ő benne az üdvösségre, és hogy ez ne a halálunk után történjen meg, ne várjunk, ne odázzuk ezt el, hanem itt és most, ebben a jelen pillanatban kezdjünk cselekedni. Ne késlekedjünk többé. Mert nincs már sok idő hátra, embertársaim. Az emberiségre egyre sötétebb idők várnak. És bár a világban lévő ígéretek mindig valamiféle emberi fényesség, emberi okosság által megteremtett csodás jövőről zengedeznek, mindez csak a maga hamis módján fog majd elköszönteni ebbe a világba, amint az az írásokban is lefektetett. Mert látszólag az Antikrisztus győzni fog ebben a világban. És ezért látható az a sok minden, ezért történik az a sok minden a jelenlegi történelemben, amit most tapasztalhatunk. Ezért van az, hogy ez a rengeteg hamisság, mint igazságnak van feltüntetve, ami az emberiség megmentésére irányul, az, ami az emberi fajnak a felemelésére irányul. Mert ezek mind hamis ígéretek. Ezek mind az Antikrisztus ígéretei. A jelenlegi helyzet, amely mesterségesen lett előidézve, és amelyre a megoldás is ugyanolyan módon érkezhetett csak, arra nem mondhatunk mást, mint sem, hogy a hazugság egy másik hazugsággal nem számolható fel. És ha mi a hazugságot képzeljük az igazságnak, és a másik hazugságot is igazságnak képzeljük, akkor már azt gondolhatjuk, hogy egyre nagyobb igazságban fogunk mi létezni azáltal, hogy behódolunk ennek az antikrisztusi szellemiségnek. De sajnos, mivel már az alaphelyzet is hazug volt, nem volt igaz, és nem is igaz a mai napig sem, és nem is lesz soha igaz, olyan formában, amint az elénk lett tálalva, amint az belet mutatva nekünk, ezért a rá felkínált úgynevezett megoldás is csak hamisság lehet. És ezt nekem senki ne higgye el. Mindenki kérje Istent és Isten lelkét, Krisztust,
hogy neki személyesen tárja fel és mutassa meg ezt. Mert az én emberi személyem erre képtelen. Hiába sorolnék itt a végtelenségig érveket, ezek csak emberi érvek lennének. A valódi igazság mindig Isten lelke által, a mi szívünk látása által lepleződhet csak le. Akkor láthatjuk meg a világban lévő hamisságot, és azt az antikrisztusi lelkületet, amely már év ezredek óta pusztítja az emberi létezést. A hazugság hátára épült már, embertársaim. És innen már emberi okoskodás, emberi erőfeszítés az emberi fajt nem vezetheti ki. Csak az őszinte, Istenhez való odafordulás, a Krisztusba vetett hit és az alázatos szív menekíthet meg bennünket. Kívánom hát mindenkinek, minden embertársamnak, hogy ezek a gyarló, dadogó emberi szavak váljanak semmivé, és Isten igéje, Isten igazsága váljon mindenné az ő lelkében, az ő szívében, az ő tudatában, az ő elméjében, hogy a Krisztus igazsága töltsön ki mindannyiunkat, és az ő fényessége vezessen el minket az üdvösségre, ha lehet már itt, ebben a földi létezésben. Isten áldjon benneteket!